Először is annak, aki nem ismerne, bemutatkoznék. Én Kovács Sándor vagyok. 5 éve vagyok itt az Innoniknál, illetve hát, amikor még jöttem, akkor nem Innoniknak hívták, hanem Webshop Expertsnek. Projektmenedzserként kezdtem a munkámat, egyedi dizájnok készítésével foglalkoztam, és most jelenleg az R&D divíziónknak vagyok oszlopos tagja, és mai témánk a SaaS B2B webes applikációk UI UX tervezése. Először is gyorsan nézzük át az alapfogalmakat. Mi is ez a SaaS? Ez egy szoftver mint szolgáltatás, ez egy szoftver szolgáltatási forma, amiben a szoftver felhőben van, és a látogatók ehhez tudnak, felhasználók ehhez tudnak kapcsolódni. A B2B, az ugyebár a business to business, vállalkozások egymás közt, tehát gyakorlatilag vállalkozásnak kínálják az alkalmazásukat ebben a kontextusban. A UI az a felhasználói felületet jelenti, ez minden, amit a felhasználó lát, amivel interakcióba tud lépni, lehet ez a weboldal vagy az alkalmazás felülete. UX, ez a felhasználói élmény, ez pedig az érzéseket, a tapasztalatot jelenti, amit a felhasználói felület és az alkalmazás használata közben tapasztal a felhasználunk. És mi is jár a fejünkben, amikor egy új B2B alkalmazás tervezésébe kezdünk bele? Először is szeretnénk, hogy tele legyen mindenféle szuper funkcióval, és amikor piacra bocsátjuk, akkor ne legyen benne túl sok hiba, amivel már sikeresek is lehetünk egy olyan piacon, ahol nincs túl nagy konkurencia, nincs túl nagy verseny. Azonban, hogyha ugye tudjuk, hogy kevés ilyen piac van mostanság, legalábbis nehéz ilyet találni, ezért gondolkodunk el azon, hogy milyen mehet ki minket a versenyből, a versenytársak közül, és ez a felhasználó élményre történő koncentráció lehet. A felhasználói élmény jelenti azt, hogy minél egyszerűbbé, szerethetőbbé és addiktívabbá tesszük az alkalmazásunkat. És a jó felhasználó élmény a termékünknek a piaci értékét is növeli, azáltal, hogy a sales csapatunk például jobban hisz a termékünkben, hatékonyabban értékesítik, jobban megőrzi a felhasználói táborát, és a felhasználók továbbadják a jó hírét. Manapság már a jó UX dizájnok a viselkedés tudomány eredményeire támaszkodnak. A cégek rengeteg adatot gyűjtenek össze a felhasználókról, és ezeket a viselkedés tudomány szakértői jellemzik ki. És ennek hatására a UX már a termékek legapróbb részleteiben is jelen van. Itt a képen például a Tesla autók ajtókilincse látható, ami automatikusan kicsusszan a helyéről, amikor a sofőr az autó közelébe ér, illetve hogyha hazaérnek az autójukkal, akkor a garázs ajtó kinyílik nekik mindenféle gomb megnyomása nélkül. És ezek tulajdonképpen apróságok, lehet, hogy észre se veszi a felhasználó először, de hozzáadnak ahhoz az életérzéshez, ahhoz a luxus élményhez, amit a Tesla magáról akar sugalni. És ugyebár nem mindenki teheti meg azt, hogy a viselkedés tudomány szakértőit alkalmazza a saját alkalmazásának a készítésére, de akkor sem kell megijednünk, hogyha nem vagyunk tele mindenféle ilyen tudós munkatársal, hiszen hogyha felhasználjuk az alapelveket, vagy ötletesen alkalmazzuk ezeket, akkor mi is komoly sikereket érhetünk el az alkalmazásunkkal. A kaszinóktól például sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan lehet befolyásolni az embereket. Az ő céljuk például az, hogy maximalizálják azt a mutatót, amit ők a gépen töltött időnek neveznek, vagyis hogy minél tovább üljön a játékos a nyerőgép előtt, és ezt úgy érik el például, hogy a játékos az rendelhet ételt és italt a nyerőgéphez, anélkül, hogy el kéne mennie a pulthoz, illetve úgy lövik be a
zajszintet, és még a gép szagát is, hogy oda szögezze a játékosokat, és például arra is rájöttek, hogy a homlokra irányuló fény fárasztja legjobban a játékosokat, ami számukra nem előnyös, mert aki hamarabb elfárad, hamarabb befejezi a játékot. De ami a fő vonzerőt adja a nyerőgépekben, az a változó jutalom. Ugyebár van ez a nyerő vonal, és e fölött és alatt feltűnnek a nyerő szimbólumok, még akkor is, hogyha veszített a játékos abban a körben, és ezek a nyerő szimbólumok sokkal többször tűnnek föl ezekben a sávokban, mint ahogy az esély indokolná. Így a játékos nem azt látja, hogy veszített, hanem azt érzi, hogy majdnem nyert. És különböző kifizetési sémáik is vannak az eltérő játékosokra, például aki nagy nyereményre hajt, azoknak nagyobb kifizetéseket adnak, a kockázatkerülő játékosoknak pedig kisebb kifizetésekből többet. És mivel egy kaszinó megteheti, hogy mind az öt érzékszervre épít egy nyerőgép megtervezése során, de egy alkalmazás fejlesztése, készítése során sokkal korlátozottabbak a lehetőségek, ezért oda kell figyelnünk a tervezésre. És a következő fejezetekben a SaaS B2B alkalmazások tervezésének főbb kulcsterületeit fogom bemutatni, amiből az első a termékstratégia kialakítása. A termékstratégia határozza meg, hogy milyen funkciók kerülnek be az alkalmazásunkba, hogy hogyan tervezzük meg ezeket a funkciókat, hogy milyen üzleti modellt tudunk és akarunk elérni a termékünkkel. És ez négy elemből áll, amelyek közül az első a célközönség. A célközönség jelöli az ideális felhasználóinkat. A célok azokat a célokat jelölik, amiket az ideális felhasználónk az alkalmazásba belépve el akar érni. Feladatok, ezek azok a feladatok, amiket a cél elérése érdekében teljesítenie kell az alkalmazásban, illetve az alkotó elemek, amikkel a feladat elvégzése közben találkozik. És ennek a négy dolognak az egyvelege határozza meg a UI és a UX tervezést, hogy milyen lesz a termékünk hangvétele, milyen színeket használunk, milyen funkciók kerülnek be. És az első lépés, amit tehetünk a termékstratégia kialakításában, hogy elemezzük a konkurenciánkat, minél több másik alkalmazásba iratkozunk fel, kipróbáljuk, hogy működnek az ő alkalmazásaik, mik a gyengeségeik, mik az erősségeik, feliratkozunk a hírlevelükre, a blogjukra, fórumokon utána nézünk a felhasználói véleményeknek, és minél több információt gyűjtünk össze, hogy mikre vágynak és mit találnak rossznak ebben a konkurens alkalmazásban. Illetve amit még megtehetünk, hogy első kézből származó információkat gyűjtünk, interjúkkal vagy kérdőívekkel, tehát megkérdezzük a célközönségünk tagjait, beszélünk velük és rájövünk, hogy mire vágynak, mit tekintenek értéknek, mitől félnek. És ha elkészültünk a kutatással, akkor létre kell hoznunk egy felhasználói profilt az ideális felhasználónkról, amiben megfogalmazzuk ezeket a dolgokat, amikről az előbb meséltem, hogy mi képvisel számukra értéket, hogy mire vágynak, mik a félelmeik, és ez alapján hozhatunk döntéseket az alkalmazás tervezése során, hogy például tetszene neki ez a szín, vagy hogy milyen hangvételt üssünk meg. Írjuk össze, hogy mi az ideális felhasználó neme, lakhelye, kora. Snapchatnél például, ami a képen látszik, ők a 13-tól 30 éves korosztályra lőnek, arra lőtték be az alkalmazásukat, és ezért harsány színeket és ilyen emojiket használnak a kommunikációjukban. És a mi feladatunk az, hogy az ideális felhasználónk álmaira és félelmeire próbálunk építeni, és elmondjuk neki, hogy hogyan tudjuk megvalósítani az álmait, és hogyan tudjuk legyőzni a legnagyobb félelmeit. És hoztam egy példát,
ez egy ideális felhasználó sokrendszerhez. Ez nem kutatásukra épül, ezt csak én találtam ki. Géza, 28 éves, Budapesten él, webáruházat szeretne indítani, ahhoz Szatmári Szilva pálinkát szeretne értékesíteni, és a legfőbb vágya az, hogy havi 100 rendelést érjen el az áruházában. És milyen üzenetet fogalmazhatnánk meg Gézának? A Shoprenter főoldalon. Én ezt így találtam ki, hogy a Shoprenterben minden megvan, ami egy sikeres webáruházhoz kell, illetve még hozzátettem a következő sorban, hogy x milliárd forintot költöttek eddig a Shoprenteres webáruházak vásárlói, és x millió rendelést adtak le a Shoprenteres boltokban, és ezzel már az Gézának a legnagyobb álmára utaltunk, hogy ő havi legalább 100 rendelést szeretne elérni. És még hozzáraktam egy kis kék szint, ami elméletileg kutatások szerint rezonál ezzel a korosztállyal, és a Szilvához is. És akkor még rakattunk ide egy ilyen call to action gombot, hogy hozza létre a boltját, és egy kis szöveget, amiben felhívjuk a figyelmét, hogy ezt ingyen megteheti bankkártya adatok megadása nélkül. És hogy például a Spotify mit tette őket különlegessé? Ők ugyebár a millenniumi Y generációt célozták meg célközönségüknek, és tudták a célközönségükről, az ideális felhasználókról, hogy ők korai követők a zenében, és szeretik például a közösségi platformokat használni, ezért úgy alakították ki a Spotify-t, hogy volt benne Discovery funkció, amivel új dalokat lehet keresni, illetve meg lehet osztani a lejátszási listákat, és így építenek erre a közösségi életérzésre termékükben, és ezzel viszonylag hamar elég nagy sikereket is értek el. Következő lépés a tervezésben az értékajánlat. Ha megvan az ideális felhasználónk, akkor megfogalmazhatjuk neki az értékajánlatunkat, és ezt egy példán keresztül szeretném bemutatni. A beketing.com főoldaláról szedtem a példát, nem tudom, hogy ki ismeri. Aha, igen, te biztosan. A többiek nem. Akkor a végére szerintem már mindenki képet tud alkotni a beketing.com-ról, hogy mi az, mit csinálnak, és szükségünk van-e a szolgáltatásukra. És akkor menjünk végig, hogy mit kell közölni egy értékajánlatnak, hogy mi, vagyis ki vagy te, és mit tesz különlegessé. A Beketing ezt úgy fogalmazza meg, hogy ők egy marketing app platform, akik egy pénzcsináló termelő géppé változtatják a webáruházad. Ez teszi őket különlegessé, és erre a vágyra fókuszálnak, hogy a webáruházak pénztermelő gépezetté akarnak válni. És meg kell mondani az értékajánlatban, hogy hogyan oldjuk meg a problémájukat. A Beketing ezt úgy oldja meg, hogy több látogatót tudnak vásárlóvá konvertálni. És az értékajánlatnak meg kell mondania, hogy kinek szól, és ők ezt az elkereskedelmi vállalkozásokat emelték ki. Illetve, ha már ez alapján eldöntötte a felhasználó, hogy érdekli a Beketing, akkor egy világos call to action gombbal kell megmutatni neki, hogy mik a következő lépések. Nálunk például a feliratkozás és az onboarding lesz a következő lépés. A feliratkozási forma találkozik a call to action gombra kattintás után a user, és ez jelenti úgymond a kaput az alkalmazásunk használata felé, és ugye már a felhasználóink egy ilyen elég rögös úton jutnak el addig, hogy fizetős userekké váljanak. Először is gondolom általában találkoznak egy fizetett hirdetés linkkel, amire egy részük rákattint, egy részük nem. Ott már elég komoly lemorzsolódás szokott történni, és utána aki rákattintott a linkre, az a weboldalunkra érkezik, és ott ezeknek a látogatóknak egy
kisebb része kattint rá a Call to Action gombunkra, azoknak egy kisebb része fejezi be a feliratkozó formunk kitöltését, utána kisebb részük esik át az onboarding folyamaton, és végül még egy kisebb részük lesz a fizető felhasználónk a trial időszak után. Úgyhogy fontos, hogy minden része passzoljon a konverziós csatornánknak, mert ha az egyik gyenge, akkor az a következő lépéseket is még tovább gyengíti. És mit tehetünk azért, hogy feliratkozó formunk jobban konvertálja a feliratkozókat? Először is kerüljük el az olyan buktatókat, mint hogy túl sok input mezőt használunk, azonnal a user teljes profilját ki akarjuk vele töltetni, vagy túl sok értéket kérünk tőle, ugye bár ő az idejével és az adataival fizet nekünk, és hogyha nem kap ezért elég hamar értéket, akkor nem is fogja befejezni a feliratkozást. És itt az Optimum-kot hoztam példának, hogy mit tehetünk azért, hogy a feliratkozó formunk jól működjön. Először is használjunk kevés input mezőt, csak a legkritikusabb információkat kérjük be a felhasználótól, a látogatótól. Ezen kívül ne kérjünk be azonnal a bankkártya adatokat, az is egy akadály a felhasználó előtt. Legyen egy világos call to action gombunk, ami megmutatja, hogy mi lesz a következő lépés. Nem kell checkboxot bepipálni például ahhoz, hogy befejezze a feliratkozást, így még egy kattintást megsporolunk neki, illetve a social proof-ra, a közösség erejére is épít az Optimum, bemutatja azokat az elégedett felhasználókat, akiknek a táborába csatlakozik a feliratkozó. De mit tehetünk még, hogy még jobb legyen ez a feliratkozó form az Optimumnál? Itt a Twitter példáját hoztam föl elsőként. Náluk, hogyha kitöltöttünk egy input mezőt, akkor amellett megjelenik egy kis zöld pipa, ami visszajelzéssel szolgál látogató számára, hogy igen, ez az input mezőt jól töltötted ki, kész vagy vele, és akkor már csak a többi lépés van hátra, és azonnal validálják például a jelszót is, miközben beírjuk, nem kell például rákattintani a regisztrációs gombra, hogy utána fogadjon minket egy nagy piros üzenet, hogy rossz jelszót adtunk meg, ami nem felel meg a követelményeknek. És egyébként az, hogy megjelennek ezek a kis zöld pipák, a user fejében már ő úgy fogja látni, hogy igen, akkor most már csak egyetlen egy darab mezőt kell kitöltenem, a jelszót, és ez sarkalja arra, hogy befejezze a feliratkozást. Mit tehetünk még ezen kívül? Csökkenthetjük az input mezők számát. Itt 1, 2 és 3 mezővel csökkentettük. Egyébként ezekkel a számokkal nem erre céloztam, de ezt is jelölheti. Ez egy rosszul megtervezett UI volt. Aztán a Call to Action gombokból különböző verziókat próbáltunk ki, különböző színekkel, szövegekkel. AB tesztelhetjük, illetve a közösségi feliratkozás funkciót is beemelhetjük, amivel még kevesebb akadályon kell átesni a látogatónak a feliratkozás befejezéséhez. Mit tehetünk még? Kiemelhetjük például az e-mail cím megadását a főoldalra. Ez azért jó, mert így a látogató, aki a weboldalunkra érkezik, azt fogja látni, hogy az e-mail címe megadásával már fel is iratkozhat, és nem kell túl sok energiabefektetést belerakni a dologba. Másrészt például, ha ügyesek vagyunk és az adott országban nem tiltja semmilyen jogszabály, akkor ezeket az e-mail címeket eltárolhatjuk, és ha nem fejezte be a feliratkozást, akkor utána az elhagyott kosár automatizmushoz hasonlóan felkereshetjük, hogy hé, iratkozz fel, fejezd be a feliratkozást. Illetve itt még a Shopify példáját hoztam, akik alternatív útvonalakat kínálnak a feliratkozásra. Ugyebár ők egy bérlős webáruház rendszer, és vannak ingyenes templétjeik, amiket meg is lehet nézni a honlapjukon, és hogyha megtetszik az egyik templét, akkor rögtön rá is kattinthatunk a Call to Action gombra,
hogy igen, én ezzel a sablonnal szeretnék kezdeni, és akkor a próba webáruházunk úgy jön létre, hogy rögtön ez a sablon lesz beállítva. Így nem csak a földön lehet náluk feliratkozni, hanem például a sablonoknál is. Igen, AB teszteljük a feliratkozó formunkat, ez jelentheti a címsor megváltoztatását, vagy éppen a gombét, illetve hogy milyen mutatókat mérhetünk ebben a szakaszban, lehet ezek egyik a konverziós arány, amit a konverziós csatorna minden elemére külön-külön, de globálisan is mérhetünk, illetve hasznos lehet még az akvizíciós költség, hogy mekkora marketing költséggel szereztük meg az adott felhasználót, ezt minél lentebb akarjuk szorítani, és hogyha azt látjuk, hogy ezen mérhetjük, hogy ez megtérülnek-e az erőfeszítéseink, például az értékajánlatot jól öttük-e be, illetve a feliratkozó formunk jól konvertál-e. Miután a feliratkozó formát kitöltötte a user, végig kell mennie az onboarding folyamatunkon, aminél fontos, hogy itt is minden akadályt hárítsunk el az útjából, felesleges menüelemeket rejtsük el, tüntessük el, illetve határozunk meg mérföldköveket, amiken át kell esnie, ezeket priorizáljuk, és nagyon fontos, hogy minél hamarabb tegyük lehetővé, hogy egy gyors sikert éljen el. Egy gyors siker lehet például egy egyszerű funkció kipróbálása, ami úgynevezett AHA élményt jelent a számára, és ugyebár minél hamarabb kipróbálnak egy funkciót, annál valószínűbb, hogy a felhasználói táborunkban maradnak, ezért MailChimpnél például ezt az AHA élményt meg is jutalmazzák egy ilyen kis majom pacsival, miután létrehozta a kampányát a user, és Twitternél például az onboarding folyamat során meg kell adnunk az érdeklődési körünket, és ez alapján felsorolnak nekünk más felhasználókat, akiket aztán követhetünk, és így, mikor már az admin felületre érkezünk a Twitternél, már nem egy üres állapotot látunk, hanem az általunk bejelölt fiókok üzeneteit, és ez azért is nagyon fontos a számunkra, hogy minél hamarabb, minél több felhasználót kövessünk, mert tudják, hogyha legalább 30 felhasználót követ egy userük, akkor valószínűleg élete végéig a Twitter felhasználója marad, és ezt minél hamarabb el akarják érni. Számoljunk az üres területekkel, ugyebár amikor valaki megnyitja az alkalmazásunkat, nem lesz még benne például statisztika, a webáruházról beszélünk, nincsenek bevételi adatok, nincsenek felvéve mondjuk termékek, mondjuk. Itt a Shopify példáját emeltem ki, itt az akciók menüpontot láthatjuk, ők úgy adották meg, úgy használták ki ezt az üres területet, hogy egy rövid leírást adtak arról, hogy itt mit is csinálhat a látogató, és egy call to action gombbal próbálják meg rávenni, hogy vegye fel az első ilyen akcióját az áruházba. Használtunk az onboarding folyamat során útmutatókat és videókat az üres tereken. Akár Visztiánál például egy ilyen nagyon ötletes videó fogadja az onboarding folyamatban érkező felhasználókat, és ráadásul választhatnak, hogy feltöltenek egy saját videót a Visztiába, vagy a Visztia által kölcsönözött videóval próbálják ki az alkalmazást, mert úgy találták, hogy sok feliratkozó azért nem kezdi el használni az alkalmazásukat, mert épp nincs rá egy videókéznél, amit feltölthetne, és ezáltal is sikerült körülbelül 30%-kal növelniük a konverziójukat. Jelöljünk ki egy világos utat a felhasználó számára az onboarding folyamat során. Ez például a Dropboxról készült, az Dropbox onboarding folyamatáról. Itt teljesen lecsupaszították ezt az útjelzést, gyakorlatilag csak egyetlen mondat maradt fönt, ami bemutatja, hogy mit kell csinálnunk ahhoz, hogy tovább léphessünk a következő lépésre. Itt ezzel kapcsolatban szinte semmilyen kérdés nem merült fel a userben, teljesen világossá teszik, hogy mit kell tennie. És akár bevonhatjuk a gamification-t, játékossá is tehetjük
az onboarding folyamatokat, ez a Duolingo alkalmazás. Náluk például tapasztalati pontokat lehet szerezni, hogyha minél többet használjuk az alkalmazást, és minél több időt fektetünk be a nyelvtanulásba. Ez egy nyelvtanulás segítő alkalmazás. És itt hoztam még pár példát, ez például ez a felület fogadja a sokrendszeres felhasználókat, miután feliratkoztak. Ugyebár ez pár kérdést ébresztett a felhasználóban, hova is kattintson, itt nagyon sok mindent lát, és segíthetjük őket azáltal, például, hogy egy kis üdvözlő szöveggel köszöntjük őket, amiben egyrészt kapnak egy kis közösségi megerősítést, hogy igen, üdvözlünk a saját webáruházatban, bemutatjuk, hogy mi ez a kezdőlap, ahol van, ugyanakkor nem kötelező végigmenni ezen az onboarding folyamaton, ezen a kis útmutatón, amit adunk neki, de hogyha tovább megy, akkor bemutathatjuk neki például a legfontosabb menüpontok helyét. És ezt még megtolthatjuk egy kis tűzijátékkal, mert nagyon örülünk neki, hogy elkezdte használni a ShopRenter-t. Másik módszer például, hogyha kidobjuk az itt látható sok menüpontot, beállítást, boxot, és ehelyett egy kis checklistet adunk neki, amit ki kell ami végig kell mennie, ahhoz, hogy elindulhasson a webáruháza, így megfogjuk a kezét és végigvezetjük ezen a folyamaton. Ugyanakkor ez még elég ilyen information overload lehet a user számára, ezért kipróbálhatjuk a Dropbox módszerét, egyszerre csak egy a gyors sikerélmény próbálunk kínálni a usernek azáltal, hogy az első termékét kell fölvennie, és utána tanítjuk meg a bonyolultabb funkciók használatára, vagy bevonhatjuk a gamification-t, mi lenne, hogyha a feliratkozás után nem 14 napos próbaidőszakot kapna, hanem mondjuk csak hetet, és hogyha végigmegy a mérföldköveken, akkor növelheti a próbaidőszak hosszát, például felvesz egy terméket, plusz 2 napot kap, így már összesen 9 napja lesz. És miket mérhetünk ebben a szakaszban? Például sikeresen befejezett feladatok arányát, hogy felhasználók hány százaléka fejezte be az onboarding egyes lépéseit, mennyi idő alatt fejezték be, vagy hány hibát követtek el a feladatok befejezése során. Ezek egyébként később is UI tervezésénél és finomításánál is fontos mutatók lehetnek. Következő lépés, amikor már elkezdte használni az alkalmazásunkat a felhasználó, a felhasználói felület és a design kialakítása. Itt, amire ügyelnünk kell, hogy kövessük a konvenciókat, ne találjunk ki például új megoldásokat a menürendszerre, vagy új szavakat, amiket nem ismer látogató, mert ez is növeli a tanulás hosszát, amíg megismerkedik a mi alkalmazásunkkal. Legyen következetes a felületünk, például, hogyha az egyik helyen egy kék, lekerekített gombot használtunk, akkor a másik oldalon ne legyen egy fehér, nem tudom, keretes, szögletes gombunk. Ezáltal is jobban beletanul a felhasználói felület kezelésébe. Próbáljuk meg minél egyszerűbbre fogni. Egy B2B alkalmazás ugyebár rengeteg menüpontból állhat, általában elég bonyolult a felületük, így próbáljunk meg mindent kiszórni belőle, ami tényleg nem kritikus, vagy rejtsük el ezeket az információkat, egyszerűen minél kevesebb információval terheljük. Biztosítsuk neki a lehetőséget, hogy hatékonyan tudja kezelni az alkalmazást. Ez jelenteti azt például, hogy ismerős billentyű kombinációkat használhat. Például a Ctrl-S, az mindenhol a mentés szokott lenni, akkor itt is legyen nálunk a Ctrl-S a mentés. Illetve például engedjük meg neki, hogy testre szabja az alkalmazást, például saját színeket állítson be, vagy a dashboardon beúszhasson saját magának elemeket, ezáltal jobban a magáinak érzi az alkalmazást, és könnyebben hozzászokik annak a használatához. Illetve legyen mindig kézen a segítség, ez lehet egy gomb, egy link, egy tooltip, valami ilyen felugró párbeszédablak. A lényeg, hogy ha nem is tudja, hogy mit kell tenni a következő lépésben, adjunk meg neki a lehetőséget, hogy
hogy megkérdezem valakit legalább. A dashboardot emeltem ki, mint az egyik UI elemet, ami szinte minden B2B alkalmazásban kötelező elem, hogy itt milyen alapelveket követhetünk, ez például a MailChimp dashboardját mutatja be. Először is fontos, hogy ne használjunk zsargont, rövidítéseket, vagy szakkifejezéseket, amiket a user nem ismer. Ugye a dashboard egy olyan felület, amivel a legtöbbször találkozik a userünk, oda-vissza kattingat a menüpontok és a dashboard között, ezért például az is fontos, egyértelműnek tűnik, de fontos, hogy gyorsan betöltődjön. Használjunk grafikonokat, diagramokat, ezeket könnyebben feldolgozza a user, mint egy táblázatot. Használjunk színeket, a színekkel egy újabb információs réteget tudunk hozzáadni a dashboardunkhoz. Illetve, hogyha túl sok az információnk, akkor rendezzük tabokra. A kapcsolódó információk kerülnek az egyik tabra, a többit berakhatjuk a másik tabra, és így sokkal rendezettebb lesz a felületünk. Illetve döntenünk kell arról, hogy mekkora energiabefektetést és költség ráfordítást akarunk a dizájnunkra fordítani, hogy egy tökéletesen optimalizált saját egyedi dizájnt akarunk, vagy esetleg megelégszünk azzal, hogy a dizájnunk elég jó lesz, és nem riasztja el a látogatókat az alkalmazásunk használatától. Manapság már elég könnyű hozzájutni templétekhez, sablonokhoz, amik jól meg vannak tervezve, és első lépésben az is elég lehet számunkra, hogy egy sablonnal vágunk neki. És egy metrika lehet, amit ebben a szakaszban mérhetünk, ez a Single Usability Metric. Ez egy kérdőív, 10 kérdésből áll, és ennek az lenne a célja, hogy visszajelzést kapjunk arról, hogy a felhasználóink milyennek látják a használhatóságát az alkalmazásunknak. Az utolsó fejezet, felmondás fejezete, ugyebár, hogyha már használja valaki az alkalmazásunkat, az attól még könnyen lemosódhat a felhasználói táborunkból, és mi azt szeretnénk elérni, hogy az alkalmazásunk használata szokássá váljon, mint például a Google keresés, hogyha valaki egy információt keres a neten, akkor azonnal a Google kereséshez fordul, és mondjuk mi lenne, hogyha az optimumra gondolna először, hogyha az on-site retargeting téma kerülne szóba, hogy szokássá váljon nála az alkalmazásunk használata. És mit tehetünk ez érdekében? Adjunk neki kis jutalmakat, itt már volt szó az aha élményről. Jutalom lehet bármi, lehet egy közösségi megerősítés, egy like, az, hogyha nyerekben érzi magát, úgy érzi, hogy könnyű használni a szoftvert, az alkalmazást, illetve például jutalom lehet az is, hogyha van egy pénzügyi alkalmazásunk, és a user minden nap megnéz egy darab részvényt, mert nagyon érdeklődik mondjuk a Tesla részvény árfolyamok iránt, akkor ezt kihelyezhetjük neki automatikusan a dashboardra, és az neki már egy élmény, hogy azt ott megtalálja minden nap, és nem kell érte kattingatnia. Illetve ez a keep.me.me alkalmazás, emeltem ki, egy érdekes koncepcióval operálnak. Ők mobil alkalmazásukban jelentenek meg ilyen kis pop-up üzeneteket, gyakorlatilag kuponokat adnak a felhasználó számára. Csavar az egészben az, hogy külső hirdetőket kötnek össze a mobil alkalmazásuk fejlesztőivel. Ha van például egy mobil alkalmazásod, egy játékod, akkor felkereseted ezt a keepet, és akkor mondjuk, amikor a játékban egy olyan szakaszba ért a user, ahol mondjuk sikereket ért el, mondjuk befejezett egy pályát, vagy egy fitness alkalmazásban lefutott 8 kilométert, elérte ez a ponthoz, akkor felugrik a számára egy ilyen külső hirdető kuponja, amit utána beválthat magának annál a külső hirdetőnél. Így kap egy kis jutalmat azért, hogy elérte ezt a sikert az alkalmazásban, és az alkalmazás fejlesztői például ebből pénzt kereshetnek, a hirdetők fizetnek azért, mert valaki
rákattintott a kuponjukra, és ők pedig hírverést csinálnak a saját szolgáltatásuknak. A változó jutalomnál a kaszinók, jutalomra a kaszinóknál már volt szó, és például a Tinder ezért a sikerének az egyik fő kulcsa a változó jutalom, mert minden swipe után egy ilyen potenciális match lehet a user jutalma, ami ösztönzi arra, hogy tovább lapozgasson. Ugyebár egy B2B alkalmazásnál nem ilyen könnyű meghatározni egy ilyen, mi legyen a jutalom. Az is például jutalommá vált számára, hogyha testre szabta az alkalmazásunkat, és mondjuk a saját beállításaival találkozik, vagy megőrizzük a felhasználói adatait, illetve az adatokat, amiket gyűjtött, mondjuk üzleti adatokat, kapcsolati adatokat, így minél tovább használja az alkalmazásunkat, annál értékesebb lesz a számára, és így tovább marad hű az alkalmazásunkhoz. Vagy egy adott időpontban előléptethetjük, mondjuk egy ShopRenter előfizetőt, hogyha már nagyon régen az ügyfelünk, előléptethetünk egy magasabb csomagba, úgymond ajándékként. Ez valószínűleg nekünk azért nem jelent olyan nagyon nagy költséget, de ha mondjuk ha egy évvel tovább marad az előfizetünk, akkor az ő lifetime value-ja megemelkedik. Illetve megpróbálkozhatunk a hűségprogramokkal, itt a Dropboxot láthatjátok. Ez inkább ilyen referál program, hogyha az ismerősünknek ajánljuk a Dropboxot, akkor ingyen tárhelyhez juthatunk, ami mindkét fél számára hasznos, Dropboxnak is, és a usernek is. És például ilyen referál programmal próbálkozhatunk a ShopRenternél vagy az Optimumnál is. Mi lenne, hogyha mondjuk azáltal, hogy véleményezi az Optimumkot, az ismerőseinek ajánlja, mondjuk pontokat szerezhetne, és egy bizonyos pont megszerzése után mondjuk ingyen felhasználási időszakot kap ezért cserébe. És a milyen metrikákra figyeltünk oda ebben a szakaszban? Egyrészt figyelnünk kell, hogy hány felhasználó maradt az adott időszakban a userünk, és hányan mondták le a szolgáltatásunkat, illetve a Net Promoter Score-t is mérhetjük, ami egy ilyen népszerű metrika az elégedettségmérésre. Illetve végezetül négy kérdést kell feltennünk magunknak az alkalmazásunkról, amiből kiderül, hogy jó úton járunk-e. Először is, hogy hasznos-e a termékem, értéket jelent a user számára, és látja-e benne az értéket, könnyű-e használni, odafigyeltünk eléggé a használhatóságra, könnyű elkezdeni a használatát, az onboarding folyamatunkat jól lőttük-e be, megtartja a felhasználókat, nem mondják le túl sokan az alkalmazást, sikerült-e valamennyire szokással alakítanunk annak a használatát, és hogyha mindegyik kérdésre igennel válaszoltunk, akkor egy sikeres B2B sales alkalmazást sikerült terveznünk. És ennyi lett volna az előadás. Köszönöm a figyelmet, és még egy kis tűzijáték a végére. És jöhetnek a kérdések, hogyha vannak. Nincsenek. Akkor köszönöm a figyelmet!